A község nevezett szülöttjeire emlékeztek Kamocsán, a 27. Lukács Pál irodalmi délutánon. A már hagyományos rendezvény a kamocsai irodalmárok emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött, ahol felidézték Lukács Pál költő-pedagógus és Vörös Péter költő-kritikus munkásságát. Az emlékezés parkjában elhangzott az irodalmi délutánok ötletgazdájának a 15 éve elhunyt Vörös Péter Igehelye című verse is. Nincs többé se a hang, se a szó, a mindig bíztató, se a kéz, az édes ölelés, csendes reggelek, csendes napok, sejtoszlopa nélkül, oly egyedül vagyok. Az irodalmi délutánok névadója Lukács Pál Kamocsán a Szőkevág partján látta meg a napvilágot 1803-ban. Már diákként sem értett egyet az őt tanító pedagógiai módszereivel. Szülei azt szerették volna, ha református pap lenne fiúkból, de ő inkább a pedagógiát választotta. Magántanár lett, a kicsinyek papja, ahogy fogalmazott. Lukács Pált a gyermekversírás megteremtőjének tartják, és a költészete egy mára elfeledett pedagógiai módszer alapja is volt. A költészete az mindig arra törekedett, minden azzal kezdődött jóformán, hogy kisbokréta, minden kissel kezdődött, mindent a gyermekekhez, és sokszor nem is a rímre törekedett, hanem azzal, hogy a nebulók fejébe jobban bele tudja vinni ezt a verses formában megírt tananyagot. Ő volt a úttörője ennek a pedagógiai módszernek tulajdonképpen, hogy versben tanított, mert könnyebb volt így elsajátítani, mihogyha csak egy írott anyagot kellett volna elsajátítani a gyermekeknek. Így nagyon szerették, így jobban meg is tudták tanulni a leírt anyagot. És ezt a pedagógiai módszert a Lukács Pál munkásságát ismerők fontosnak tartanák újra alkalmazni. Ő összesűrítette sokszor egy-egy versbe, például egy-egy megyének a történetét, vagy egy-egy környéknek a történetét, és ez a fontos nekünk talán, hogy a gyermekek újra megtalálják. A település elöljárói igyekeznek, hogy Lukács Pált műveit, pedagógiai módszerét megismertessék a világgal. Igyekszünk, hogy Lukács Pál neve a köztudatba nagyobb emberétek számára bekerüljön. Ehhez kihasználnák a modern, internetes felületeket, készítenének dokumentumfilmet, de több éve megszervezik a Lukács Pál szavaló versenyt is, ahol az óvodások adják elő az írópedagógus versét. Az irodalmi délutánon a 100 éve elhunyt Ady Endrére is emlékeztek. Felidézték életét, gyönyörű költeményeit. Hős harc az élet, és megélni szép. Az irodalmi délutánok szervezői idén harmadszor adták át a Lukács Pál irodalmi és közéleti díjat. Mindig olyan ember kapja meg, aki a faluért tesz valamit, vagy aki a kultúrának, az édesanyanyelvünknek az ápolásával foglalkozik, aki azon fáradozik, hogy fönnmaradjon a következő nemzedéknek is a magyar irodalom. Az idei díjazott a kamocsai születésű Lukács Zsigmond, aki a Párkányi Gimnázium polihisztor tanára, de ismert irodalmár és rejtvényszerkesztő is volt. Ha egymás mellé tennénk az általa az Új Szó Rejtvénysziget című rovatába készített feladványait, azok hossza 45,57 méter lenne. Lukács Zsigmond 10 éve, 2009-ben hunyt el. Az elismerés testvére Lukács Ilona vette át. De elsősorban tanár volt, szerette diákjait, és jóra szépre oktatta. Kettel is csinálta a rejtvényeket, úgy lehetett rajta mosolyogni, hogy legyen benne könnyű kérdés, legyen benne nehezebb kérdés. A teltházas irodalmi délután is bizonyítja, hogy a kamocsaiak büszkék nagyjaikra, de szeretnék, hogy a világ magyarsága is megismerje a helyi, a magyar szót éltető irodalmárok műveit, életét.